Herr Ministerpräsident, am Minister, Morgen des 24. Februar fielen február 24-én kora reggel orosz csapatok támadták meg Ukrajnát, amely egyébként Magyarországra szomszédos ország, ez itt sokaknak még nem tudatosult. Erről az eseményről hogyan szerzett ön tudomást, és abban a pillanatban mi volt az ön első gondolata? Február 5-én Moszkvában voltam. 3 héttel a háború előtt, és 5 órát tárgyaltam Vladimir Putyinnal. Egyfajta békemisszió gyanánt. Én már láttam korábban, hogy ebből baj lesz. És az a tény, hogy nincsen senki a nyugati oldalon, aki ráérezne arra, hogy most tárgyalni kell. Mindegy, hogy van-e esély a megállapodásra, a tárgyalás ténye az cool down, az egy hűsítő dolog. És miután ilyen nem volt, mi rettegtünk attól, hogy háború lesz. És amikor 5-én ott voltam, akkor meg is kérdeztem az oroszok elnökét, hogy mit gondol a ukrán hadseregről. És azt mondta, hogy az ukrán hadsereg az egy nagyon erős hadsereg. Az egy nagyon jól felszerelt hadsereg, amerikaiak és britek által kiképzett vezérkarral. Információkat kapnak az amerikaiaktól, és ezért az egy nagyon-nagyon-nagyon erős ország. És világossá tette, hogy ő mindent meg fog tenni, hogy ez az ország sose csatlakozzon a NATO-hoz. Ez egy imperatívus a számára. És láttam, hogy elszánt. Nem mondta, hogy háború lesz, nem mondta, hogy támadni fog, de láttam, hogy baj van. Úgyhogy el is mentem a NATO központba, Brüsszelbe, és jelentettem a NATO főtitkárnak, hogy baj van. Mert az idő az nem a mi oldalunkon van, hanem az oroszok oldalán van, és bármi megtörténhet. És amikor ez 24-én megtörtént, akkor én csak annyit mondtam, hogy hát az történt, amire számítottunk. És azon kezdtem gondolkodni rögtön, hogy hány magyar fog meghalni. Mert a német meg a magyar pozíció közötti különbség nem csak földrajzi. Önök messzebb vannak Magyarország meg szomszédos Ukrajnával, hanem nekünk van 200 ezer magyarunk, aki Ukrajnában él. És akiknek egy részének kettős állampolgársága van. És azon gondolkodtam, hogy hányan fognak meghalni, ha belőnek az oroszok Kárpátaljára, vagy bevonultatják őket a hadseregbe. Most eddig elvesztettünk körülbelül 200 embert, meg 6-200 magyar. Szóval amikor beszélgetünk a háborúról, akkor nekünk magyaroknak már van 200 elvesztett emberünk, akik besorozott katonaként meghaltak a fronton. Javarészük kettős állampolgár. Szóval mi ott vagyunk ennek a háborúnak a közvetlen hatósugarában. És nekünk van egy nagyon erős fenyegetettségérzésünk. Hát ez volt 24-én reggel. Mint kifejtette, tehát február elejé látogatása során azt látta, hogy elszántnak mutatkozott, tehát a támadás előtti hetek során éppen titkosszolgálatok részéről sok információ volt, hogy mikor lesz a pontos támadás időpontja, és egy-két ilyen bejelentett időpont eltelt. Az ön véleménye szerint mi volt az invázió tulajdonképpeni célja és az igazi kiváltóka, mert az információ akkor még indiferens volt, és ha ön azt mondja, hogy elszánt volt, akkor ez csak az a pont volt, hogy meg akarja akadályozni, hogy az ukránok NATO tagok legyenek? Ez egy nagyon érdekes kérdés. És biztosan fognak róla írni könyveket. De bevallom őszintén, hogy nem szívesen válaszolok erre. Ennek az az oka, hogy én azt látom, hogy az egész diskurzus erről a háborúról
túlságosan a Putyinra koncentrál. Hát mindenki Putyinról beszél. Mit gondolt ő, mit gondol most, mit fog gondolni hónap reggel. De megmondom őszintén, engem egyáltalán nem érdekel Vladimir Putyin. Engem Magyarország érdekel, meg Európa. Szóval nekünk több energiát kellene fordítani arra, hogy magunkról gondolkodjunk. Hogy ennek a háborúnak mi a következménye ránk nézve. Nekünk nem abból kéne kiindulni, hogy mit gondolunk, mi van az ő fejében. Abból kéne kiindulni, mi az európai érdek, mi a német érdek, mi a magyar érdek. Tehát én nem akarok részt venni egy olyan diskurzusba, ami Putyinról, mint egy egzotikus vezetőről szól. Ahelyett, hogy a saját dolgommal foglalkoznék. Úgyhogy én nem tudom, hogy miért csinálta a háborút, majd történészek kiderít. Most háború van. Benne vagyunk a bajban. Meg kéne mondani, hogy mi a mi érdekünk. Mert ha nem tudjuk, hogy mi a német érdek, a magyar érdek, az európai érdek, akkor hogy fogunk véget vetni ennek az egésznek? Tehát én inkább erre az ügyre akarok koncentrálni, és nem Vladimir Putyinra. Ich glaube, die meisten Europäer sind. Azt hiszem, a legtöbb európai egyetért abban, hogy egy közös cél abban áll, hogy Ukrajnának segítsünk ebben a helyzetben. Most a február 21. invázió után az a benyomás alakult ki, hogy Magyarország nem áll igazán Ukrajna mellett, hanem legalább ugyanolyan mértékben Oroszország mellett is. A magyar honvédelmi miniszter február 24-e után több hétig nem volt kész az orosz agressziót inváziónak nevezni. Március 7-én idézem, korlátozott célú támadásról beszélt. Miért voltak ennyire tétovázóak, hogy Putyin támad a háborúját annak nevezzék, ami volt és ami továbbra is?